Az elmúlt szezonban az alapszakasz 26 és a rájátszás 7 meccsén egyaránt kezdőként lépett pályára Nagy Krisztián, aki valamivel több mint 14 pontos és közel 8 lepattanós átlaggal járult hozzá a csapat teljesítményéhez. A 34 esztendős kosaras egy 2 éves pécsi kitérőtől eltekintve nyíregyházi színekben szerepelt, most viszont úgy döntött, hogy elhagyja szülővárosa csapatát. A döntés meghozatalában nem szakmai okok játszották a főszerepet. Ami nagyon befolyásolta a döntésemet, az a magánéleti dolgok. Úgy alakult, hogy a párom, Szombathelyi Szandra, felköltözött Pestre, hiszen ő a teremről strandlabdára váltott, illetve lejárt a szerződésem, és úgy éreztem, hogy nekem is talán most már váltanom kellene. Nagyon jól éreztem magam, és szerettem itt játszani, de átadnám most a terület a fiataloknak. Mert azért olyan korban vagyok, hogy próbálok belekerülni a civil életbe is, de nem titok, hogy több csapat is megkeresett jó ajánlatokkal. Szerintem folytatni fogom még a kosárlabdát, talán 1-2 évig, de már szeretném magamat a civil életbe is kipróbálni, mint edző. Nagy Krisztián 2006-ban mutatkozott be az akkor NB1-es nyíregyházi csapatban, amely mellett az elmúlt 2 évben a másodosztályban is kitartott. Ami emlékezetes volt nekem a 2008-as év, ahol A-osztályban ugye veretlenül zártuk az alapszakaszt itthon, nem kaptunk ki senkitől, illetve a akkori bajnokszolnokot még a rájátszásban az első hazai mérkőzésen elkaptuk, az egy nagyon emlékezetes szezon volt. Mindegyik szezonra nagyon boldogan emlékszem, nyilván azok, amelyik sikeresebbek, tehát 8-ban voltunk, azok közelebb állnak a szívemhez, de szerettem itt játszani. Szerdán kiderült, hogy Nagy Krisztián a MAFSZ ajánlatát fogadta el, így a korábbi 7-szeres bajnoknál folytatja pályafutását. A fővárosiak kiestek az NB1-ből, de elképzelhető, hogy amennyiben a feljutó tehetséges fiatalok nem tudnak megfelelni az élvonal követelményeinek, mégis a legmagasabb osztályban indul majd a MAFSZ.